Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a héten, és ez a 32. felvételi hetünk, és hát egy rossz hírrel kezdeném azoknak, akik gyűlölnek, vagy itt ülök a saját műsoromba, az van, hogy egyre csak fogy belőlem a vérrög, úgyhogy gyerekek, maradok. Fogyik a vérrög. Nem döglök meg, úgyhogy itt leszek életem végéig. Nem tudom, hova megyünk, de jó. Úgyhogy sok szeretettel. Itt leszek életem végéig, ez különben ugye elég sok emberre igaz. Itt vagyunk, ami meg nem hallunk. Itt az a jó, hogy nekem valószínűleg hamarabb lesz az életem vége, mint nektek. Hát ezt már ugye megbeszéltük, hogy mi lesz már akkor. Úgyhogy ez egy rossz hír, úgyhogy... De nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, már végre biciklőzhetem. Nem nagyon, csak ide ki a szigetre. És ez egy fenomenális érzés. Ajánlom nektek is, hogy biciklizetek sokat, mert... Mert jó. Akkor el tudjátok törni a könyököket úgy, hogy belementek a szemközi falba. Vigyázzatok a szembejövő házakkal. Ha nem tudsz biciklizni, nem biciklizni. Ne így áll és ne biciklizz egyszerre. De... Fulla józan voltam. Ja, ez volt, megfújattak inkább a rendőrök. Mondtad volna azt, hogy részeg van. Nem tudom, hogy mi van, ez egy ilyen személyes sztori. A Tubi számít. Nem. Nem tudom, hogy mi van, egy ilyen személyes sztori. Ha valaki gondolja, nyugodtan fordulhat hozzám a kérdésbe. Mostanában, ugye a lábam miatt elég sokat taxizom, mert nem utazhattam ilyen zötyögő szarokon, és az utóbbi három alkalommal két taxis kezdte el a semmiből, tehát úgy, hogy nem szóltam hozzá, ilyen sztorik alapján bevezetni, hogy ő most jött le nem tudom hány év után a fűről. Lehet, hogy nézik a Premier League-et, az igazság. És... Úgyhogy, vagy tudok van valami összeköttetés. Tudok ebbe tanácsot adni mindenkinek, hogy hogyan hát lehet, mi történik. Prevenciós műsor is vagyunk. Ez nekem tetszik eddig. Abszolút nagyon jó, el tudom mondani. Életetek egyik legjobb döntése lesz. Az teljesen biztos. Na! Ready to make an entrance. MDD puff. Hi guys. Biggity P-Dog in the yo, house. Yo, biatches. And you know who the fuck this is the hardest? Dibroski. Én sokkal lelkesebbet kéne kitalálnom ezzel a jó-jó-jóval, ezzel nem tudok mit kezdeni, ez olyan. Az, amikor annyira alja. Soha életedben nem hallgattál hip-hop és rapzenét. Én azon nőttem fel. A sapit. Hókszos kabádban, annyi van meg neked a hip-hopból. Kilóg a boxerem is. A taxisokkal amúgy azt kell csinálni, amit a Pitt szokott. Mit? Azt, hogy nem olyat, szól hozzájuk? Igen, azt, hogy olyat beállítom azt, hogy olyan jön, aki nem szólal meg. Így. Ez nagyon kemény. Nagyon kemény. Köszönöm szépen. Hello. Hello, bello. Hello. Sziasztok. Hello. Néma taxisok. Néma taxisok anyja se érti a szavát. És csak így fordul, így néz rád, hogy jó, de nem mer megszólalni, nem kérdezheti meg, hogy hova kell leállni, és így belehajt végül az a házba. Ne lepődjetek meg, nagyon szükségünk volt erre a pár nevetésre, így az előző beszélgetés után. Nagyon kellene, ez ilyen PDS-os pont, igen. Műsor előtt fontos dolgokról beszéltünk, úgyhogy most ezekről a nevetésekre most így nagyon szükségünk volt, hogy feloldódjunk. Mi? Szignál. Ja. Igen, kérünk egy szignál. Turet Becek! Pont Tottit ölöd meg Haroldal. Francesco! Francesco, mamma mia! Akkor legyen japán. Aha. Turet de bön. Yamya! Yamya. Yamya, én azt mondom, hogy ennél nincsen jobb szó a puszira, mint hogy yamya. Ez eddig japánul visz, szerintem. Mindent. Nem is értem, hogy miért onnan jön a hentája honnan. Na. Minuti Turieta! Essünk neki! Én kedvenc. Mind a kedvenc, ami jön most. Kedvenc benyalása meleg szarig. Kedvenc fú, de kis buzi vagy te! Úgy gondolom, hogy Michael Oliver nagyon-nagyon jól teljesített. Bíróként, amikor ott vagy az Anfield-en és érzed, hogy a közönség mögöttük áll, könnyen összeomolhatott volna. De ez mutatja, hogy mennyire tapasztalt, micsoda karakter, és hogy miért is tartják őt az egyik legjobb bírónak itt a ligában és a világon egyaránt. Kyle Walker nyilatkozta ezt. Először is annyit mondanék, hogy nemzetközi adóhatóság. Jöttök. Én meg annyit szeretnék mondani, hogy van a Liverpool Twitter oldalán egy olyan videó, ahol a Luis Diaz egy olyan négyszer firkálja meg a Kyle Walkert 50 méteren. Ezt a videót szeretném. Ebben a Rodri is remek partner volt. Igen.
Én ezt kiraktam az oldalon, és valaki aláírta, hogy ő csertlik, botlik, itt szórakozol. Szeretnék úgy csertelni, botlani. Úgyis témánk lesz ugye ez az évszázad mérkőzése. Tehát Kyle Walker. Kevés idegesítőbb játékos van ez is. Ez ugye gondolom az utolsó véleményes jelenetről szól, és ezért tízi volt-e, vagy nem? Igen. Igen? Igen, persze. Persze. Már te mit mondasz? Hát ez, tehát, hogy amikor már a Dale Johnson, hogy az ESPN-nél szokott mindig elemezni ezért VAR döntéseket, hogy akkor mit kellett van, mit nem, ő is egy ilyen, nem tudom, 4000 karakterbe írta le, hogy jó, hát lehet, hogy igazából talán... De az elejét, hogy az azért volt. Az nem valószínű, hogy a világon bárhol máshol ezt nem fújják be 11-esnek. Próbáltam védeni a Mundér becsületet, hogy jó, hát ez olyan nehéz volt ezt VAR-ra főleg, hát látta a bíró is. Jürgen mondta, ő vitte el a maxik, hogyha nincs ott a labda, akkor megöli. Jó, hát ez ugye a spektrum két széle. Ugye úgy érezzük. Kyle Walker és Jürgen Klopp. Ettől függetlenül én örülök, hogy végre nem arról szól valami, hogy a bírót szidjuk, hanem igenis ismerjük el azt a nehéz munkát, amit neki el kellett végeznie, és nem hozta meg a nehéz döntést, és ez volt a nehéz döntés. Amikor befújják az arzának a 9. percen a Michael, akkor... Hát akkor rohadjon meg. Mit fog nyilatkozni, hogy ez a korrupt, senki házi, ez egy PGMO. Hát igazából azt mondta itt Kyle Walker, hogy Michael Oliver nem ült fel a Jürgen Klopp fervert úrra. És én ezért abszolút becsülöm. Ez nagyon magas labda volt. Hagyj különben, ugye csak kérdezi, a hanyadik ilyen döntés éppen a Liverpool ellen, amilyen szignifikáns, ugye Ødegaard kezezés, Spurs leesett elengedés. Ja, mert a Nottinghamnak a ellen győztes gól az teljesen szolgális. Abba szerintem ne menjünk bele, hogy melyik csapattal szemben menjünk. Hány bedobást éltek meg rosszul? Bence, új műsor ötlet, lehet, hogy kelleni fog. Melyik szurkolókból, melyik csapatnak gondolják úgy a szurkolói, hogy számukra tévedtek a legtöbb. Az összes. Az összes. Beülhet egyesével minden szurkolótábor, és mesélhet arról, hogy hát őket 50 éve az összes bíró gyűlöli, az egész játékvezetői társulat. Manchesterbe született. Folyamatosan utánuk. Igen, mennyi született Manchester környékén? Na. Minden esetre a Kyle Walker a csúcsán egy fantasztikus játékos volt. Ma fantasztikus sose volt, igen? Szerintem igen. Abban, amiben jó volt, abban nagyon. Ma egy nagyon-nagyon idegesítő csávó, mind a karakterét, mind a játéket tekintve. Majd beszélünk Debrunéről és a kedvencedről. Apu elnáspángolta hazafelé a buszoton. Győztes szellem. No, kedvenc nem öregedett túl jól, nyilatkozat. Aston Villa Tottenham ellen. Ez talán a bajnokságban a legfontosabb meccs a klub mostani történetében. A játékosok ezzel tisztában vannak, mondta ez John McKean, majd 20 perc után kiállították a picsába, hogy annyira nem 20 teljes, perc után. Egyértelmű. Mennyi volt? 60, és már 2 gólos hátrányban volt. 60, hát ez... Második fődőbe állított. Hát, neki tényleg fontos volt. Beletett mindent abba a belépőbe. Ez egy rendkívül egyértelmű piros lap volt. Hát konkrétan úgy alárúgott az Udoginak, hogy azt egyszerűen nem lehet értelmezni. Jó, mondjuk Udoginak én is alárúgnék, igen. Még valószínűleg jobban fájna neked, mint az Udoginak, de hát ez a meccs nem alakult jól az Aston Villa számára, így mondaná. 0-4 az valóban a történetünk legfontosabbabb meccse, nem szép. Yeah. Ez kicsit olyan, mint Papa ezredik meccse. A 6-0. Ez amikor a vagy hozzon visszavonulása. Emery túl gondolta egy picit szerintem ezt a történetet. Egyébként annyira nem, tehát a 4-0 szerintem nem tükrözi igazából nem, a mérkőzésnek a képét. Ennyire nem jól tudta, nem. Nehogy elhiggyétek. Hát ilyen magasan megszerzett labdákból igazából megbontották őket, de az első fél időben itt az 5-3-2 ellen a Tottenhamnek egyetlen egy lövési kísérlete volt, az is egy blokkolt lövés volt. Szerintem tök jól működött labdán, amit Emery kitalált. Labdával már voltak gondok, mert gyakorlatilag kivette pont azokat a mintázatokat, amik jól működtek eddig az Aston Villában. Hát lehet, hogy megint meglátjuk azt a klasszik tavaszi leolvadást az Aston Villától, de remélhetőleg majd a többi, vagyis hát nekem mindegy, hogy remélhetőleg, hogy a többi mérkőzést már nem fog ilyen szinten túl gondolni Emery, és inkább az alapjátékukat fogják játszani mostantól. De már többször leírták, hogy a Spurs lesz a döntő faktor ebbe a bajnoki versenyben. De ez csak, Spurs-os oldalak írják. Ez a világ legszebb trófeje, mi döntjük el, hogy ki lesz a bajnok? Hát ugye azért... Hogy nem ti döntitek el, mert mind megverhettitek el, csak... Az Arsenallal fognak utoljára játszani a három bajnok esélyes után, azt hiszem, hogy az utolsó előtti fordulóban. Nem, még előtte. Sőt, hát május elején meg Liverpool-lal. Igen, de hatodikán. Spurs a Arzenál meg a City is otthon játszik, a Liverpool idegenben. Meglátjuk. Azért nem ez lesz a az Anfield-em? Az Anfield-em. Kyle Walker. Nem az Anfield Road-on? Az Anfield Road mellett.
És egyébként ez egy szép utca az Anfield Road. Nagyon. Nagyon. Fú. De bánom már, hogy elmentél egyszer Liverpoolba, teljesen más ember lettél, és kevésbé szerettem. Jobb emberem, és azt megint azóta különben. Gyakorlatilag a testvéreimet arcon köpem. Minden egyes műsorban. És a Finsbury Portnál a Taco Bell, az nem szép? De, az nagyon. Meg a kurva Five Guys, ami a legfontosabb. Az jó. És egyébként Londonban ettem, az talán életem egyik legfontosabb, vagy a legfinomabb nápolyi pizzáját. Hát Londonban elég jó gasztró, azért azt el kell mondani. Tehát a Five Guys-ba mentünk folyamatosan, mert a Pete ugye vannak ilyen kicsit ilyen megrögöző dolgai megvannak. Szemetet, bazzi. De azért az angol reggeli, az jó volt ott az emlékszel. Az jó volt. Amit az angol reggeli az adnak, kolbászt, hát az magyar embernek odaadni, bazd meg. Vinni kell a zsebedbe. Jó, van nálad egy azért páros gyulai, mindig, ha mész Londonba. Vagy ilyen véres hurkát kicsapszod, hogy nagy gyerekek. Egy jó szafoládét kiveszel. Can you cook it, please? Medium rare. Cookie? Na, a Pittel most már biztos, hogy megyünk Londonba meccsre, úgyhogy én... Nagyon-nagyon félek attól, hogy már meg is vettük a repjegyet tegnap. Na, micsoda! Köszönjük, Barbara! Úgyhogy a Five Guys-ra arra már most fel kell készülni. Ne fűszeres burgonyát. Ja, azt tényleg, azt kicsinál. Én nekem elég érzékeny a gyomrom, úgyhogy én mondtam. Hát én utána egy 8 órát szenvedtem azzal, de... Az nagyon. Na, hármas, mert sose érünk a végére. Én azt láttam, hogy egy bizonyos szurkolói körben ez baszta ki leginkább a biztosítékot. Kedvenc, hagyd már abba, te fasz! A szurkolók nem fognak jobban szeretni egy másik edzőt, mint engem. Ez egy új projekt, és az embereknek ezt meg kell értenie, Pochettino. Ja. Ő most megint adott egy elég jó nyilatkozat, csokrot. És én azt láttam, hogy ennél a résznél, hogy a szurkolók nem fognak jobban szeretni egy másik menedzsert, a Chelsea és Twitter az, hát föllángolt. De nem, te ilyet nem mondasz. Hát persze. De ilyet nem mondasz, de úgy, miután hogy már... Mourinhoval marják ugye föl, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Mourinho nevét éneklik nektek neked a rajongók. Tehát elküldenek a picsába az egyik meccsen, és elképes, hogy azt mondod, hogy a következőt sem fogjátok szeretni. Tehát ez a kommunikáció egyes. Tehát a Ten Hagot, meg a Pochettinót így beültetném valami kommunikációs tréningre egymás mellé, csak az a baj, hogy ez a kettő egymás háziát másolná le, és ugyanúgy megbuknának. Mert most is azt csinálják. Tehát ez szerintem borzasztó, amit csinálnak. És ez nem a szakmai részről szól, mert azért nem. Alapvetően szerintem a, még hogyha most nem is úgy néz ki, de mindkettő nagyon kompetens szakember. Ja, igen. De ez az a része a focinak, amit nem biztos, hogy ők most a legjobban kezelnek. Na. No comment. De ezt be kellett mondani. Persze. Kedvenc e-mail, egyébként ilyeneket küldjetek a héten. Elég jót futott Twitteren, felolvasom, hogy itt jelenjen meg a műsorba is. Csáó Gabi, ne haragudj, nem akarlak spammelni, de ezt muszáj is elmesélnem, mert még mindig az ágyamban vacogok. Terapikus e-mail, ki kell adnom magamból. Egy átmulatott estét követően álmomban hirtelen a Premier League stúdiójának így írja, tényleg? Kösz. Képe úszott be. Bence lebetegedett, és valami megmagyarázhatatlan okból engem kértetek meg, hogy ugorjak be a podcastbe. A főadást szerintem egész korrekt módon végigtoltuk. De az extrák felvétel előtt elbóbiskoltam. Hát az milyen mond? Arra ébredek... Bence is szokott, akkor kezd el a helikopterre járni. Egyedül a Bencének van megengedve, hogy extra közben bealudjon, és neki is csak az Arzenálos extra közben van megengedve. Mert ahhoz nem a Chelsea-sben például nem. Így van feloszva a Liverpoolos, meg az Arzenálos extrába. Én garantáltan, hogy 3-40 másodperces megszólalásnál több időt nem kapok. Úgyhogy a másik kettőbe kell kiérni. Bence, majd tegnap beszélhettél a Manchester United extrában. Na, az extrák felvétel előtt elbobiskoltam, arra ébredek, hogy felvétel után az arcom előtt 2 centire bámul rám Pete és Mark. Kérdezem, miért nem keltettetek fel? Mire szétaláznak, hogy mert nem értek a focihoz? Ez, engem sem szoktak ez miatt fölkelteni. Meg amúgy semmi sem, meg egyébként a United is szar. Ezen a ponton izgatva, püszkölve felébredtem. Hát az a helyzet, hogy sajnáljuk. Ez nem álom volt, Tamás, tényleg szar a United, ennél a résznél föl kellett ébredni. De egyébként, amikor utazunk, akkor Pete engem is úgy szokott kelteni reggel, hogy szar a United, csak én erre nem kellek föl, mert én minden éjszaka ezt álmodom. Én erre csinálok egyet, hogy...
Na jó. Sajnáljuk. Köszönjük igen. Szépen az e-mailt, Tamás, ezen nagyon-nagyon jót szórakoztunk Twitteren is, szerintem jött rá vagy 200 like, úgyhogy... Az a baj, hogy saját kontentünket ennyien nem lájkolták. Hát maximum, amikor a levesnél kivideóztalak, az nagyon ment. Pedig hát még mindig nem szerettem a levest. De... Hát vagy az elalvásom, nagyon köszönöm ezúton is, hogy szerintem, nem tudom, az a 400 like-nál állt meg, hogy valahol... Baszd meg, már bocsánat. Mondjuk ugye. Az egy világbajnok felvétel. Hát igen, kiről nem készült ilyen kínos. Hát finom volt a hani, akkor papi bealszik, az ilyen. Na, kedvenc komment, így lehet bekerülni a futball Turedbe, kedves előfizetők. Szóval Gabi a Premier League Ten Hagja. Kívülről mindenki tudja, hogy nem kéne ott lennie, de akik ott vannak körülötte, nem mondják meg neki. Bandinamit, figyelj! Ne! Elzártuk! Ha ne. És akkor most Jacko! Hogyha az van a Unitednél, hogy Ten Hag nélkül nem működik a klub. Ha Ten Hag hozta a labdát, amivel játszanak a játékosok, akkor nem, megáll. Ő hozta a játékosokat. Akkor megáll a hasonlat, amúgy nem nagyon jó a párhuzam, de azért köszönöm, hogy gondolsz. Meg a kommunikációs tréning. Hát annyi, egy nagyon nagy különbség az közöttünk, hogy Ten Hag ért a futballhoz, de ő például nem tud magyarul olvasni. Ja, itt most bős leszek, és nem mondok semmit. Na, hallgassunk erről. No comment. Úgyhogy, illetve egy ígéret részemről. Szervezés alatt van, hamarosan érkezik a Szoboszlai 2 interjú. Időpontja még nincsen. Ez az ígéret, gyerekek. Hát mondtam, úgy kezdtem ígéret nem részemről. Nem mondtam, hogy ki csinálja, mikor. Ki a fasz csinálná. A James Cameron is így csinálja az Avatar folytatásokat, nem? Nem a kékinges főkérdező. Hát vagy a George R. R. Martin. Lesz majd 7-8-9. Megint a Markot viszed? Persze. Jó, nem. Attól függ, mit mondasz a mai beszélgetés. Nem, az van. Hogy nem ez az ígéret, hogy jön az interjú, gyere vissza szépen a képbe, hanem hogy annál az interjúnál is, mint az elsőnél, enyém lesz a záró kérdés. És én nagyon remélem, hogy Dominik azért nekünk, mint akiket kedvel elmondja, hogy végül minek öltözött farsangor. Jacko. Hát mondjuk ez még mindig jobb, mint megkérdezni tőle, hogy mit szól az Arzenál bajnoki címéhez. De... És azt Márknak kell majd megkérdezni. Na, az fog fájni. Mehetünk. Forró rakások. Nem készültem, bocs. Hát, kirúgják Ten Hagot és Pochettinót tegnap előtt. Na, gyorsan mondják. Jó, én mondom, a Manchester City... Illetve, bocsánat, köszönjük szépen a focitúr támogatását, illetve annyit mondanék el, hogy két hírt, ami hát jelentkezett hozzánk egy gyakornok. És két hírt neki köszönhetünk. Nikinek köszönjük szépen. Gracias. Lassan kiszorítod a Bencét, csak mondom. És ott folytatja, a múlt héten abba hagyta. Tehát a Manchester City. Én gondolkodtam azon, hogy ezt az adást ilyen mocskos, undorító alákérdezésekkel és beszólásokkal fogom tölteni, és ne aggódjunk, szét ez így fogom lesz. Baszni a Pete-nek minden egyes megszólalását. Ezt eddig nem csináltam, ebben a pillanatban dölt el, hogy a Pete ebben az adásban semmit nem fog tudni végigmondani. És én vele utazok Londonba, csak mondom. Terence, nem akarsz velük menni? Szegények vagytok, és sajnálok mindegyiket. Mondjuk szegények nem. Meg igazából nem is sajnál minket. Szóval 83-87%-kal passzolt Rodri és John Stones a Liverpool ellen. Átlagosan 85%-kal sikerült passzolni ennek a dupla hatos párosnak. És én azt mondom, hogy ebben a szezonban nem lesz olyan mérkőzés, nem? Bocsánat, nem lesz olyan mérkőzés, amikor 90% alatt lesz az ő kettőjük átlaga a passzpontosságuknak. Hát ez konkrétan a következő fordulóban meg fog történni az Arsenal ellen. Na, én azt hát mondom, hogy szerintem nem. Na várjatok, tehát, és hogyha nem azt Stones meg a Rodri van fönn a pályán. De csak akkor számít, hogy ők ketten vannak. Stones és a Rodri passzpontosságát nézzük, minden meccsen, és az átlagát megnézzük. Ez a rakás. Tehát nem lesz olyan, mindig 90 fölött mindig 90% fölött lesz az ő átlaguk. Aha. A kettejük együtt. Így van. És hogyha innentől kezdve soha nem játszanának már együtt, akkor az átlaguk az egy, akkor az átlaguk az egyik játékosra száll át, és az ő volt. Én adok rá egy kettest. Legyen. Mm. Na.
Valamit nagyon akarnak tőled. Én mondom, mert mielőtt a Bence félbe szakít. Megvárom, amikor éppen a csúcson vagy. Az a legrosszabb. Szóval. Ilyen áthallásos. Nekem szánalmas. Vedd ki. Azonnal vedd ki, ha csúcson van. Én semmi nem gondoltam. Egy egyszerű dolgot fogok mondani. Én azt mondom, hogy a szezon végére a Manchester United engedi majd az ellenfeleknek a legtöbb kapulólövési kísérletet az egész mezőnyben. Egyes. Boly. Minusz kettő. Te nem készültél erre a műsorra. Micsoda? Most hogy állnak? Most jelenleg a Sheffield United az utolsó 496 engedett lövéssel. Az utolsó előtti a Manchester United 464 lövéssel. Tehát azért átlagban mérkőzésenként egyel többet kell engedjük, mint a liga legrosszabb csapat a Sheffield United, hogy ez a csere megtörténjen. Ez 1.25. Másfél. 1.75. Jó. Na? Yeah. Jó, kettesre úgyse számítottam, hát mert... Hát nem is fogsz kapni. Nem lehet. Bence? A Brighton a 11. helyen fog végezni a tabellán évvégén. Pontosan? Igen. Akkor is bukok, ha lejjebb, akkor is, ha feljebb. Azt ezek mondjuk keményen bemondtad. Most jelenleg 8. a Brighton 42 ponttal, előtte is egy ponttal van egy West Ham, mögötte is egy ponttal van egy Wolverhampton, a 11. Chelsea 39 pontos, de ők egy meccsel kevesebbet játszottak. Nem sokára beszélünk de Zerbi bácsiról. Bizony, hogy akkor most Kóklere vagy menjen egy sztárcsapathoz. Csak Bence Kókler, hiszen lefelé fognak csúszni. Nem sokára, egy olyan két óra múlva. Nem azért Zerbi fognak lejjebb csúszni. Jó, mivel pontos helyezést mondott be, én erre mondok egy kettest. Szerintem is ez ott. Na. Érdemes lett volna a sorsolásukat megnézni, mielőtt rámondtátok a... Hát és megnézted az összes tevéhez csapatnak a sorsolását? De tök mindegy, mert hát ez fel, ha felfelé lép egyet, lefelé lép egyet, onnantól kezdve bukó. Illetve sajnálom, ingyen kettes megtiltották a kedves társaim, hogy befejezzem az onanás mondatot. Igen. Nagyon sokan írtatok, nagyon sokan privátban is, hogy de... hogy mi volt ott, nem lehet. Pedig akiknek elmondtam, azok mondták, hogy ó, hát ennél voltatok ti már sokkal rasszistábbak. Légy több beszámot, ne használja. Ja. Hát ez ja. Ja. Ami adáson kívül történik, az adáson kívül is marad, akkor is, hogyha Sergio Conceição-ról van szó. Conceição, na. Nagyon vicces, mert két Chelsea is van, akik csókolgatnék, és mind a kettőt Zsoltnak hívják, és az egyik írta ezt, hogy ja, hát hagyjad már, ennél már Gabi volt sokkal rosszabb a műsorban, úgyhogy. Na de mi lesz még sokkal drága rosszabb? Drága Zsoci puszillak innen is. Ő volt az, aki ami valamelyik azért csak nem mi az Istennél elbaszol. Kurva sok pénzt elutalt nekünk ilyen közösségi finanszírozásnál. Mindenki utalt ilyen pár ezer forintokat, és oda volt írva, hogy semmiképpen semmi más ne írjatok a közleménybe, mint az, hogy támogatás. Zsoci elutalt 300 ezeret, és az volt a közleményben, hogy szopj le, Gabi, szeretlek. Úgyhogy innen is puszilag, drágám. Éridlem az életét. Nagyon. Hát a fejlesztők azok nem keresnek rosszul. Na, a Manchester City hihetetlen rösssel. Ez Vályi Bence. Érkezett meg, sounds like him, érkezett meg az Anfield gyepére, hogy aztán nagyjából negyed órát követően fokozatosan megérkezzen a tartalékos, de hazai pályája által fűtött Liverpool is. A két nagy rivális végül egy-egyre végzett, amivel így a harmadik rivális és Mikel Arteta járt a legjobban, de Jürgen Klopp és Pep Guardiola utolsó Premier League csatája iszonyatosan magas színvonalat és rengeteg beszédtémát szolgáltatott. Miért tudott átszaladni a vörösökön a City a meccs elején? Mi kellett ahhoz, hogy a Mikel lett ahhoz, hogy a Liverpool stabilizálódjon, és a végére ki érdemelte volna meg a győzelmet? Készüljön fel mindenki öveket becsatolni a két edző Jennyhez méltó módon minden taktikai húzást és változtatást a lehető legaprólékosabban és leghosszabban fogunk átbeszélni. Terence, egy Ájkosz? Így az utolsó mondatra... Nagyon arcátlan. Az utolsó mondatra reagálva. Terence, mit csinálsz éppen? Ráérsz egy picit? Veled amúgy is beszélnem. Kell ők? Na, még mielőtt a Pete belekezd, és tönkreteszi a műsoromat, azelőtt akkor inkább... Én csak ennyit vártam, akartam megvárni ebből az egész. Tönkreteszi a műsoromat. Tetszik, jó. Szóval... Tessék! Hát, ha ide el tudok valamit mondani, legalább majd a továbbiakkal ellentétben. A
szerintem marha ijesztő volt, ahogy elkezdődött a meccs, hogyha Liverpool szurkoló volt valaki, mert a Manchester City folyamatosan átment a poolon, majd mindjárt megbeszéljük, hogy miért, és rengeteg lövésük volt, ráadásul leginkább olyan szituációk voltak, ahol igazándiból egy jó passz kellett volna, vagy egy jó átvétel, amiből utána tényleg zicsereket lehetett volna kialakítani. Azután nem jött össze, és utána szépen hájrált a meccs, aztán a legvégén volt egy jó kis lövőpárbaj, de nagyon érdekes volt, és alapvetően mindenki ezt próbálta megfejtegetni, ezt a nagyjából negyed órás szakaszt a meccsnek a leges legelején, mert ez volt a legkitűnőbb, nem csak azért, mert ezzel indult a meccs, hanem azért is, mert teljesen elütött attól, ahogyan utána a mérkőzés alakult. Ugye alapvetően az volt a gond, hogy a Liverpoolnak, ahogy azt már egy csomószor megbeszéltük, mind a két nyolcasa nagyon magasan. Ugye ezt a felvezetőben pontosan erről beszéltünk előző héten. Hogyha ez lesz, az baj. És ez lett. És ez lett, és az Endo gyakorlatilag teljesen egyedül maradt a pálya közepén, és ugye azt kell elképzelni, hogy gyakorlatilag most egyszerűsítek, hogy egyszerűbb legyen, de a Liverpoolnak a négy védője előtt volt az Endo, és előttük volt az öt emberke, aki megpróbálta letámadásban. Így van, és az Endónak a két oldalán a De Bruyne meg a Bernardo Silva is üres területekbe vette át a labdát. Általában úgy volt, hogy a De Bruyne volt egy kicsit magasabban, a Bernardo Silva sokszor visszahúzódott a védőknek az előterébe, és az volt nagyon érdekes, hogy nyilván arra utazott a Liverpool, és azt szerették volna, hogyha a Manchester Citynek nincsen ideje felpasszolni azokba a területekbe a labdát. De pont ebben a negyed órában nagyon jól megoldotta a City, például a más feledik percben volt, tehát a 1 perc 20 nem tudom mennyinél, ahol a De Bruyne-re ütöttek föl egy paszt a vonal mellett, és onnan egy nagyon gyors kényszerítővel sikerült átkerülni a túloldalra, a labdával meg helyzetbe kerülni. Ott például az volt, hogy a Kyle Walkernek az egyik legtechnikailag kifinomultabb megmozdulását sikerült megcsinálni, ahol egy ilyen nagyon jó belsőzéssel pont azt az ütemváltás volt meg, amivel át tudtak kerülni. És amikortól megvolt ez a passz az Endónak a környékére, abba a középső sávba, onnantól kezdve már ugye a City területbe rohanhatott, és csak le kellett játszani, hogy mi történt. Ezek általában a túloldalra, a Julian Álvareznek az oldalára jöttek ki. Hát ami problémás volt, mert a Julian Álvareznek labdát kellett volna vezetnie, a Julian Álvareznek meg kellett volna vernie embereket. Én a Julian Álvarezt úgy le fogom hordani ebben a beszélgetésben, mert szerintem védekezésben is egészen értékelhetetlen volt, mondjuk amit csinált. Jó lett volna, hogyha buta edzője, ez nem rakja ki a szélre. Igen. Vagy mondjuk a Dokuhoz képest azért még mindig jobb védekezésben. Hát ez szerintem nem így történt, de a Doku legalább visszamegy. A Julian Álvarez lehet, hogy jobban védekezik, de nem megy. A Julian Álvareznek nem is az volt a feladat, hogy visszafele menjen, hanem előre menjen. Tehát amikor a Liverpool főleg hárommal építkezett hátul, akkor az Álvareznek azért az volt a feladat többsége, hogy a Kanzára helyezzen nyomást. És majd áttérünk a Liverpoolnak. Nekem nem azzal a volt a gondom, hanem ugye a Harvey Elliott általában befelé jött a félterületbe, és amikor a Liverpool fölért, ott konkrétan az első Liverpool helyzet, ahol azt hiszem, hogy ott az Elliott lőtte keresztbe a labdát, nem, a Bradley volt az, aki ellőtte keresztbe a labdát, ott történt az, és direkt visszanéztem, mert nagyon jó volt a lassítása annak a szituációnak, hogy ott a Julian Álvarez a senkin és a semmin áll. Tehát nem megy vissza, nem a Harvey Elliottot fogja, nem segít ki, és nem húzódik vissza a védősor mellé, vagy a Bradley-t fogja, hanem konkrétan a Bradley-nek és a Harvey Elliottnak lehetősége volt lejátszani egy szimpla kettő az egyet, azért, mert a Julian Álvarez az abszolút semmiben állt. És ez sokszor történt meg utána a meccsen, tehát én nekem nem azzal volt a problémám, hogy ő mit tett bele letámadásban, hanem amikor fölért, akkor onnantól kezdve mínusz ember volt. Szerintem arról mennyit térünk vissza, hogy igazán mi történt a City-nél. Ugye 3-2-es építkezés volt, amit pontosan végigbeszéltünk. Három védő hát, ugye a Stones fellép, és a Rodrival igazából ketten dupla hatosba álltak. A Liverpool pedig ugye erre 5 játékos küldött föl, hiszen volt a 4 középpás, most a 2 szélsőt, ha ide számítjuk, meg a Nunez fönt. Ugye ami más volt az a Etihadhoz képest, hogy nem mentek ki egészen Ederzonik a letámadásra, ami nagyon pozitív volt különösen a Liverpool részéről, tehát nem csúsztak el annyira, hogy már a 3-2-es építkezésben embere felénbe kerüljön a City. Ugye a probléma mi ezzel, hogy kiment 5 játékos a Citynek az 5 játékosára, hiszen 3-2 védekezik a City, azaz, hogy akkor viszont hátul, mivel a Liverpool viszont azt nem megy ember-emberig ki, hiszen a Van Dijk és a Kwanzaa is ott volt a Holland környékén. Ezzel gyakorlatilag ugye viszont a pálya közepén, pont ugye az Endo mellett van 2 nyolcas a Citynek, mert a szélsők azok kb. Emberig vannak, akkor utána a két
a Citynek a két nyolcasa, a Bernardo Silva és a De Bruyne jut az Endóra egyedül. Tehát a pálya közepén van egy ember előnye a Citynek. És ugye ez innentől ez a kérdés, hogy ezt az ember előnyt egy szót tud kihasználni, és hogy tud ezt elrejteni. Ugye a Liverpoolnak az a fontos, hogy elrejtse ezt, ne tudjon fölmenni oda a labda, a Citynek pedig az, hogy meg tudják ezt csinálni. És az első 20 perc szerintem, és hogy mi volt a megoldás, szerintem ez az izgalmas, mert az első 20 perc az gyakorlatilag tökéletesen működött, és az történt a Citytől, hogy sokszor igazából azok a hátsó emberek üthették fel a labdákat, és folyósók voltak. Ugye a Liverpoolnak erre azt gondolom, hogy az lett volna, vagy adekvátabb lett volna sokkal szűkebben tartani ezt a öt játékost, és egyszerűen ne férjen el a labda köztük. Tehát azt, hogy ott tartani, a Liverpool nem volt magas intenzitású, különben nagyon sokáig. Ez a baj. Tehát nekem megint ez volt a bajom, hogy a Liverpool ugyanazt a szerkezetet megtartotta, viszont az intenzitás az első fél időben nem gyúrta föl. Első 25 percben. Főleg a második fél időben egyébként ott viszont ez a klasszikus volt, amit a Linders is mondott, hogy üldözzük a labdát. Tehát van egy visszapassz, akkor is megyünk tovább, megyünk tovább, és ez nem volt meg lehet az első fél időben. Ilyen fél intenzitás, ez a lassú intenzitás, vagy ez a kisebb intenzitást játszani, akkor nagyon kompaktnak kell legyél, mert nem férhet, nem mehet át a labda között. És az Akanji-nak volt egy olyan felpassza, ami konkrétan az Akanji állt a, nem tudom, a védősor közepén, előtte az öt Liverpool támadó, és megfogta, kivárt, rátette a lábát a labdára, és utána felütötte az emberek között, azt hiszem, hogy a De Bruyne-re. Egy ilyen 25 méteres passzal megfogta, és a teljes első vonalát a Liverpool letámadásának egyetlen egy passzal átjátszotta. Meg a másodikat is. Tehát gyakorlatilag az teljes. És ez történt tényleg az első 15 percben folyamatosan, vagy megcsinálták kis területen, szabad ember, forgatás a másik oldalra, kettő az egy. Ott gyakorlatilag azon, azért nem szereztem meg korábban a vezetést a Manchester City, mert a De Bruyne-nek az utolsó labdái nem voltak jó. De Bruyne valami botrányosan rossz volt ilyen szempontból. Tehát jó helyekre mozgott, megkapta, és a kiugratásai, pont amit ismerünk róla. Kiugratásai, beívelései. Összes rossz volt. De nem volt olyan megoldás, ami működött volna utolsó megoldásként, mert azért furcsa volt a De Bruyne-től. És még egy dolog szerintem azért, amit már hányszor megbeszéltünk a City kapcsán, hogyha fölérnek a támadó harmadba, akkor ugye mindig ez van, hogy a szélső megkapja a labdát, és a nyolcas pedig egy ilyen elékerüléssel beindul, és a 16-oson belül támadja. És az gyakorlatilag a Liverpoolnak, mivel az Endo általában a másik oldalon volt éppen, hiszen akkor forgatták a labdát, neki muszáj volt a másik oldalon lennie, ott nem volt rá játékos, és vagy a Kvánszának, hogy a Fandáknak kellett lépnie nagyon messziről azzal a játékossal. Hosszú oldalon nem jött, mindig volt egy szabad ember érkezni. És ott folyamatos helyzetek voltak, de ebből zicserei lehetett volna a Citynek. Ugye volt is hát, a Fodennek volt végig. Ilyen, a Fandák érkezett oda folyamatosan. A Holland elől kellett menteni a Fandáknak szóval utolsó pillanatban. A Fandáknak kell majd külön beszéljünk valami részt, de attól függetlenül, ami viszont érdekes volt, és szerintem ami a legnagyobb váltás volt a Liverpoolnak a 25. perc után, hogy nem labda nélkül változott meg a Liverpool játéka, hanem labdával. Én ezt a John McKenzie-től is láttam, van benne... Nem a Gomezre? Nem. Szerintem az egy teljesen túlgondolt történet, mert... Én azt nem is értettem. Nem is értettem bele egyet, mert hogy a Gomez a második fél időnek a 60. percéből csinált ilyeneket, amikor már Liverpool full kontrollba volt. Én csak, hogy esetleg valaki nem lóg nap 0-24 órájában Twitteren, mint ahogy mi, mert van életetek, mondjuk velünk ellentétben. Ugye a John McKenzie írt, meg csinált el egy rövid videót, ami arról szólt, hogy Liverpool azon tudta megfordítani az első fél időt, hogy a Joe Gomez nem harmadik belső védőt kezdett el játszani, hanem behúzódott a dupla hatosba. Emiatt a Szoboszlai Dominik magasabban tudott helyezkedni, és a második labdákat többször tudták begyűjteni. Én ezt nem láttam annyira kardinálisnak, tehát szerintem abszolút nem ezen volt. Ez nem is történt meg a Gomeznek abszolút szituatív minden egyes ilyen mozgás, de hónapok óta, tehát hogy abszolút. Van, amikor odalép, ha a McAllisterék visszamennek, és mélyen veszik fel a labdát, akkor föllép. Hogyha nem, akkor megmarad harmadik ugye belső védőnek. Korábban azért nem történt meg, mert igazából Liverpoolnál nem volt a labda effektíve, mert a City folyamatosan... Mondom, a 20. perc, ez volt a változás, hogy a Liverpool elkezdte megtartani a labdát, és labdával kezdett kontrollt kialakítani ezen a meccsen, ami szerintem nagyon furcsa egy Jürgen Klopp csapattól, hogy ez szerintem, és nekem ez volt a kulcsa a történetnek, hogy elkezdett a Liverpool a saját olyan előnyeit kihasználni a támadás építésben, ami a Citynek is megvolt, de ugyanez meg volt a Liverpool oldalán is, hiszen ott különben és a Conor Bradley volt különben, aki egyre agresszívabban lépett fölfelé. Az Eli ott még jobban jött fölfelé. A Gomezzel ellentétben. És különben, amikor még a McAllister-Endo hatos páros volt, ami az elején megvolt, az egy sokkal jobb történet volt a Liverpool, mint amikor Joe Gomez lépett oda be, és különben Joe Gomez különben nem második
mint amit a McKenzie érszem, az is egy hülyeség volt, hanem nagyon sokszor harmadiknak lépett be, és 2-3-as építkezésé alakult ez a Liverpooltól, és azért működött, mert oda tényleg jó helyekre lépett a Joe Gomez, ez nagyon a második félidőben, azt le kell írni, de a első félidőben, főleg amikor baloldali szélsővédőt játszott még, és ott lépekedett be, az szinte mindig gyakorlatilag harmadik védő volt. Uh-huh. Én abszolút nem éreztem ezt, amit a McKenzie-ért. De hogy tudtam meg, miért kezdte el megtartani a Liverpool a labdát? Én pont ezen gondolkodtam, és azt a néhány percet a 13-tól egészen a 20 nem tudom hányig, azt nem is egyszer néztem vissza, hanem még egyszer. És mondom, nincs életünk. Volt egy nagyon érdekes dolog, amit igazából én sem tudtam pontosan megfejteni. A 13. perctől 4 percen keresztül a Van Dijk és a Kwanzaa megcserélte a helyét. Én ugyanazt néztem ott, és az egy... De ugye teljesen random volt, és nem egy támadásra, hanem Ugye ezt a Liverpool sokszor megcsinálja ugye a szögleteknél, meg a szélsővédő is, igen. De ennyi volt, hogy egyszerűen eltolódtak, és azonban nem volt idejük várni, mert náluk volt a labda. Én értem, hogy az nem valószínű az volt, hogy a Klopp azt mondta, hogy ezt megtörténjen. Azért volt nekem... Néztem a Van Dijkot jobb oldalon ritkán látni a Liverpoolban. Azért volt nekem nagyon furcsa, mert a Van Dijk megnyert 2 párbajt a pont azon az oldalon, és nem tudom, hogy már ez túlzott bele magyarázása, de hogy pont az volt, hogy a Manchester City az első 14 percben mindent megnyertek, felütötték, megszerezték a labdát, leszették a második labdákat. A Van Dijk megnyert 2 párharcot, utána visszacserélték a labdát, a Liverpool elkezdett egy kicsit türelmesebb lenni. A jobb oldalon, igen, a Kwanzaa meg a Van Dijk, a jobb oldalon nem csúsztak el folyamatosan, és mint hogyha egy picit megnyugodott volna az egész csapat, kompaktabbá vált a letámadás, és utána ilyen egymásból következő dologból, mint hogyha így átgördült volna az, hogy folyamatosan a Liverpool elkezdte stabilizálni saját magát. Többet tudták tartani a labdát, könnyebb volt visszatámadni, jobban támadtak vissza kompaktabbul, nem tudtak átronni rajtuk, könnyebb volt megtartani a labdát. Szóval az Andrew Beasley írt, aki ezen a Liverpoolnak ez volt a Guardiolával szemben a legtöbb olyan támadásépítés, amikor 10 plusz másodpercen állak volt a labda. Bármelyik meccsüköt nézzük. És ez nagyon látványos volt, hogy egyszerűen kontrollt szereztek labdával, és nem kezdtek el sietni. És szóval ez volt a fontos benne, hogy egyszerűen ők kezdtek el kontrollt megtartani ez a meccsen, és pont azzal, hogy elkezdték, és nagyon, ha megnézitek, ugye nagyon sokszor a Kwanzaa volt, aki fölhozta a labdát, fölcipelte, és utána nem az volt, mint akkor a Van Dijknél sokszor látunk, hogy jön a nagy forgatás át a másik oldal, és abból ugye lejátszák, és akkor utána mennek kapuig. Hanem megkapta, Bradley-nek kijátszta, Elliotnak betette, akik visszaforgatták, és folyamatosan a Liverpoolnak volt egy olyan játékrendszere, ami működött a City ellen, mert a City már megszoktuk ebbe az évbe, hogy ugye nincs olyan letámadás, ami kikényszeríteni belőled azt, hogy ilyen döntéseket hoz, hogy akkor neked át kell rohanni. Akkora találat harmadik belső védőnek ilyen rotációba. Ennyire közben egyébként ilyenkor mindig azon szoktam gondolkodni, hogy egyidősek a Szalibával, ami egy ilyen nevetséges dolog, hogy egyébként a Kwanzaát azt most találták föl. A Saliba meg 2 éve a világ egyik legjobb belső védője, de mindegy, de hogy a Kwanzaa mégiscsak ennyire fiatalon. Nem kell, hogy mondani, hogy az egyik. Istenem! Jó. Szóval a Kwanzaa fejben valami egészen döbbenetes, hogy mennyire rezzenéstelen, meg rendíthetetlen, és egyáltalán nem lehet megzavarni, és brutális, hogy mennyire nyugodt, atletikus, tök jó védő, és labdával is abszolút meg tud mindent csinálni, amit meg lehet. Főleg labdával extra. Abszolút, de rengetegszer volt olyan, hogy letámadták, és tényleg, amit mondasz, vagy felpasszolta, visszajött hozzá, és tovább lendítették, visszafordult, kiforgott a nyomásból, visszatette a labdát, újraindították az építkezést, tehát brutális volt, hogy mennyire nyugodt volt. Most belekezdek valamibe. Várom, hogy melyik pillanatában fog a Bence félbe szakítani, úgyhogy ez most egy ilyen kísérlet lesz. Megvárom, hogy elhitt, hogy nem foglak, és majd úgy. És reméltem, hogy valami ilyesmi fog következni. Én szeretném elmesélni azt, hogy miért haragottam rendkívüli módon Jürgen Kloppra ezen a mérkőzésen, és utána miért voltam nagyon boldog miatta. Egyrészt az eredmény miatt végül nagyon boldog voltam. Köszönöm Michael Olivernek is a közreműködését. Hát, kurva anyát, igen. Szerintem, nem szeretem Michael Olivert különben. Szerintem baj az, hogy mi elmondunk valamit egy Liverpool extrában, így nézhet ki egy mérkőzés, és mire lehet számítani a Manchester City-ről, és mit ne csináljon a Liverpool, és ezzel szemben a mérkőzés úgy indul, hogy pontosan azt csinálja a Liverpool, amit még... Pisti, nem értene veled egyet, mert ez az identitásunk, így támadunk le mindig. Hát csak ez az identitás szerintem akkor működik, hogyha a Manchester City-en te kimész, és végig darálod őket. Ami Ten Hagnak a Manchester United ügye kapcsán mondjuk el ezt most már mindig, de hát muszáj, mert annyira borzasztóan rossz, hogy a védekezésedben hol... Mondtuk.
hol engedsz gyengeségeket a rendszeren belül. Amikor a Liverpool ebben a magas blokkban, de nem túl magas intenzitással védekezik, akkor ezeket a gyengeségeket folyamatosan a pálya középső zónájában engedi Endó körül. És ez volt a legutóbbi is, ugye Manchester City ellen 2-vel ezelőtt is, pontosan ez volt az Arsenal is legutóbb a bajnoki mérkőzésen. Ehhez képest, hogyha visszaemlékeztek, még nyilatkozott is erről Klopp, amikor legutóbb a City ellen játszottak idegenben, hogy hát igen, módosítottunk a történeten azzal, hogy a második félidőben akkor az Alexander Arnold volt a jobb hátvéd, és az Alexander Arnold szépen elkezdett bemenni középre a nyolcasra. És persze elmondta ott is a Klopp, hogy igen, ezzel bevállaltuk azt, hogy ember-ember ellen kín vagyunk, és Konaténak kell egyeznie, de úgy láttuk, hogy akkor ezt is semlegesíteni tudjuk. Mindig jönnek ezek a kérdések, hogy igazából ki akarod a Kvánszát rakni a vonal mellé, tehát azért sok ilyen... Hát csak ugye például ezen a mérkőzésen a Doku nem kezdett, a Julián Álvarez volt ott a szélen, ami azért már eléggé egyértelműen látszott az első pár percben, hogy ez nem egy egyező démon lesz azon az oldalon. Az egy megoldható. Van Vivan démon. A Dokura azt mondom, hogy démon az nagyon rasszista. Igen, az eléggé. Nehogy is, hagyjál már. Szóval ehhez képest a Liverpool pontosan ugyanazokat a gyengeségeket mutatta a labda nélküli játékban, mint az eddig mint a korábbi mérkőzéseken, és kellett egy 15 perc nagyjából, hogy a Kloppék valószínűleg rájönnek, hogy hát igazából ez nekünk nem jó, hogy a Manchester City ilyen könnyedén átmegy rajtunk, csináljunk vele valamit, és ők megint nem azt csinálták, mint mondjuk a Manchester City csinált ebben a ilyen hibrid letámadásban, hogy nincsenek kint emberik, de bizonyos triggerekre ugrott a Bernardo szél, és akkor a Stones fellépett a középpályára, és ők is megvoltak emberik. Azért ebben volt jó sok csúszás. Hát nagyon sok csúszás. És a Liverpool, ugye az Arsenal is ezért szenvedett például az FA kupában az Emirates-ben, hogy egy idő után elkezd mindenki visszalépegetni, és nem akarsz mindenkit kiküldeni, mert nagy területet hagysz magad mögött. Hát vagy pedig oda, ha Nunez kirakod a szélre, és azt mondod, hogy akkor hát gyertek még vissza, adjatok helyet. És ott is azért a Liverpool is tömte a Nunez-nek a védelem mögé a labdák, hogy ötles az első fél időben. A Nunez-nek olyan rossz első fél ideje volt, hogy az valami döbbenet. De minden, tehát nem volt jó megmozdulása, és ezt tudom, hogy túlzásnak hangzik, de nem az. Is, de értem. Na, szóval a Liverpool nem azt csinálta, mint a City, az Arzán, hogy ilyenkor egy belső védőt küld fel a középpályára, és úgy vannak fenn 3-3-ban, a Bradley kezdett el magasan kimenni a Bernardon, amikor kiment a szélre, vagy befelé, amikor fenn volt ez a négyes középen, és 3-3-ban hátul hagyták a védőket. És szerintem ugye mindig ebből fakad a dolog, hogy hogyan tudsz te labdával kontroll gyakorolni, hogyha nálad van a labda, hogyha megakadályozod az ellenfelettől azt, hogy egyáltalán ezeket a fülényeket ki tudja alakítani a pályán. Én ezért mondom azt, hogy ez volt a zseniális most a Klopp részéről, hogy nem az volt, hogy sokkal akkor... gyorsabban reagált, jobb lett volna, hogyha eleve így kezdenek. De lehet, hogy ez volt a cél is, így kezdjenek, hogy labdával akarunk kontrollálni, csak nem nagyon működött, nem volt náluk a labda konkrétan. De mellette én ezt éreztem benne, hogy tudunk reagál a Liverpool, és ebben az évben sokkal többet reagál a Liverpool, mint bármelyik évben különben, amit én így visszatok emlékezni a Kloppal. És ez volt benne, hogy elkezdtek átvenni az irányítást, és a City, ahogy elkezdett különben egyre diszkomfortosabb lenni ebben a helyzettel, úgy fogyott el a Cityből minden gyakorlatilag, ami történt, és különben a frusztráció is nagyon durva megérkezett, és hát ezek a számok, amik vannak, hogy a City 84%-kal passzolt csapatszinten ezen a meccsen, az valamilyen all-time high low környéken van. Az előző szezonban az Arsenal ellen volt idegenben, amikor 70%-kal passzoltak. Még egy volt, ami ennél. De akkor azért volt más történet, mert ugye akkor az volt, hogy egymást rúdosták egymás be a labdákat az Arsenal mögé, akkor ez volt az elképzelés. Én ebbe érzem azt, hogy valami brutális volt, hogy mennyire megzavarta ez a Cityt. És nekem ugye sokan fordítják úgy, hogy igazából Klopp Guardiolázott. Én ez nem Guardiolázásnak mondanám alapvetően, hanem egy jobban kontrollált Liverpoolt láttunk. Ez egy labdában. Annyira fals és hogy mondjam ezt, ilyen erőltetett narratíva, hogy a Klopp az már nagyon összegvárdiolázta magát, a Guardiola az nagyon összeklopozta magát, és akkor mindenki idézgeti őket, hogy hogyan dicséri a másikat. Swingerklubokban is ez szokott történni. Persze, nyilván... Nem tudod te azt. No, olvastam. Egy barátom mesélte. Ilyen fanfictionokban. Szóval nyilván... Vannak dolgok, amiket ellestek egymástól, meg amin ilyen finom hangoltak, főleg amiatt, hogy ennyire nyilvánvaló volt ez a kettős versenyfutás most már hosszú évek óta. De annyira erőltetett narratívának érzem, főleg ezeken az egymás elleni meccseken, hogy azért, tehát a kloppozás az nem a pressing és a hosszú labda. A guardiolázás az még nem a kontroll. Ezek külön. De akkor úgy mondom, hogy a kontroll az nem a Guardiola.
Értem, hogy összekötjük ezeket a pontokat, de hogy a futballban nagyon sok mindenki játszik kontrollszerű játékot, hát igen, vagy szeretné ráerőltetni magát. Ez volt azonosít. De a Klopp miért csak a Guardiolától lesheti ezt el? Ez rosszul összekötött pont. Nekem az hiányzik ebbe a, igazából csak ebbe a hasonlatba, hogy akkor a Liverpoolnak nem 84%-kal kellett volna passzpontosságot csinálni, hanem egy 90-eset kellett volna hoznia, és full kontrollba tartani a mérkőzést. Nem ez történt. Tehát a Liverpool nem azt csinálta, hogy innentől kivéreztette a Cityt, és igazából odaszorították a sárkapujukhoz, de nem akartak semmit csinálni, csak járták körbe, és kivárták, amikor van egy helyzet. Ez még ugyanúgy vertikális, hogy nagyon sokszor ez a csapat, és átmenetek, ha megvoltak a lehetőség, azonnal mentek az átmenetekre rá. Nem az volt, hogy kontrollba fölmegyünk csak akkor, hogyha nagyon, hanem ha van lehetőség, akkor megyünk. Ugyanaz menne volt, csak jobban kontrollált volt, és azt éreztem, hogy nem akarta azt, hogy a gegenpressing legyen az egyetlen, ami nekem helyzetet fog generálni. Ami azért a Kloppnak azért az identitása, hogy azt mondta, hogy a gegenpressing a legjobb tízes a világon. Ugye ezzel érkezett meg Németországból, és ez már sokat változott azóta is. Csak én ezt érzem, hogy tehát tényleg vannak, tehát lehet felfedezni ilyen dolgokat, én csak azt érzem, hogy nem egymás bőrébe bújtak bele. Na, jó, akkor azt hiszem, ebben kiegyeztetünk. Tehát, hogy ez a Lengyelsznek a... Azt a Nicolas Cage, meg a John Travolta csinálta. Azt a kurva. Ömünk csak az arcukba le. Vagy a Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan. Aki beírja a film címét, annak gratulálok. Van a Lindsay Lohannek a Jamie Lee Curtis-szel közös filmje? Hát szomorú vagyok, hogy nem tudod. És cseréltek arcot, vagy testet? De szeretem az ilyen filmeket. Igen. Ilyen IMDb 4,2-es. Picit magasabb szerintem, de... Bocsánat, nem akartam megtörni. Abszolút nem törted meg, tehát pont jó volt. Tehát ez nem szakított meg semmit. Hát ilyet. Annyira jó, hogy végre nem én kaptam egy ilyet a Márktól. Jó lesik. Szóval a Lendersnek a hatása elsődlegesen szerintem nem a Guardioláé. Ennyi. Lehet, hogy mondjuk a Guardiola meg a Lenders az valahogyan ilyen közös családfára ered. Azt mondta, hogy nem a Guardiola, hanem hogy a Pepe. Valóban így, akkor viszont igaz. Mindenféleképpen. Elnézést kérek, befejeztem. Nem akarod megmosni az arcod? Viszont. Na, és szerintem a nagyon fontos, hogy azért... Kicsit hideg vízzel. A Pete is ezt mondta, a Spielernek, amit küldtél, hogy akkor ugye a Haaland meg a Nunez fog gólokat szerezni, mert hogy mennyi lövésük van meccsenként. És ugye 2-2 lövése zárta a két játékos, amit gyakorlatilag azt mondjuk, hogy hát ez egy nem lőtte kapura a srácok. De hát a Haaland megverte a fendéket, nem? Igen. Arról az egy-egyről is beszéljünk, de hogy érdekes volt, hogy ezen a meccsen pont nem azok jöttek ki, ami igazából a két csapatnak az erőség. Szóval ilyen szempontból én értem, hogy valamihez akarjuk kötni, de például a Nunez-nek az, hogy ennyire rossz napja volt, az inkább abba, hogy egyszerűen a Liverpool egy kicsit más játszott ebbe a nem meccsen. Nem találta mint... a ritmusát, ami ez a játéknak. Emeld meg a mikrofonod, mert elbeszélsz fölötte. Most belebeszélek. Az első fél időben is nekem az volt a gondom pont a Nunezzel, hogy igazándiból olyan volt, ezt nehéz jól megfogni, de hogy tényleg soha nem volt ritmusban a labdának egyetlen oldalán sem. Abban a negyedórás szakaszban, amikor a Manchester City átrohant a Liverpoolon, ott rengetegszer volt, tényleg visszatérő volt a Rodri is csinálta, az Akanji csinálta, hogy mintha a Brighton védők lennének, rátették a lábukat a labdára, várták, kicsalogatták. Guardiola De Zerbi volt. Így van, akkor a De Zerbitől másolnak. És a Nunez meg más, ezekre... mindenkit, egy büdös eredeti gondolat nincsen. Ez így van, hát a Premier League az ilyen. Durmenti iskola, és mindenki ezt akarja. Ezt már kitalálták 150 éve. Szóval a Nunez rendszeresen ráugrott ezekre, és amikor a Nunez ugye kiugri középről, sokszor az volt a lehetőség, hogy fel lehessen ütögetni a passzokat. Oké, tehát onnan sem, de nyilván nem volt bele labdaszerzése, tehát hogy még ilyen szempontból sikerélményese volt a csávónak. Ötször lesre futott, folyamatosan rossz ütemben, rossz ritmusban indult be a beindulásokra. Ő mondjuk legalább megkapta a Haalanddal ellentétben, akinek nagyon fel se ütögetik ezeket a labdát. De Bruyne megpróbált egy 5-0-át sikerült összehoznia. Hát igen, az első időben belerugdosta. Nagyon furcsa volt a De Bruyne-t nézni így, és a frusztrációt is megértettem, mert jó szarul játszott, de ettől függetlenül inkább az, hogy a Nunez ezért nem emelném ki, hogy ennyire rossz volt, mert hogy ugyanazokat a mozgásokat megcsináltam, mint eddig, a Liverpool különben lassabban jutott el a labdát hozzá, szóval nem az volt, hogy a hátul a Van Dijk-tól érkeztek labdák, meg régen az Alexander Arnoldtól, amit azért nehezebb így ilyen szemből kiszámolni, hogy amikor a McAllister meg az Endo összejátszottak, és visszaérkezel, és pont ütembe indulj el, és a City is lép kifelé, szóval azt érzem, hogy ez benne van. A Nunez-nek gyakorlatilag, amióta megy előre a karrierében, minden egyes évben emelkedik a lesállítások száma per 90.
most már 1,4-nél tart. Tehát itt szépen lassan húzza fel magát, hogy a Benficában még 0,9, 1,2 az első Liverpool szezonban, 1,4 most. Akkor 30 évesen meccsenként 5-ször fog lesen állni? Így van. Ez exponenciálisan növekszik. Football is life. És a Hollandnak meg tényleg azt érzem, hogy ő is csinálta a mozgásait, abszolút nem érkeztek a labdák hozzá, és ez az érdekes, hogy azért egy ilyen 9-esnél mindig azt mondjuk, hogy mennyire off napja volt mind a kettőnek, de igazából a csapatoknak kitettek is. A csapataik. Annyira kitettek a csapataiknak, hogy ők most, ha nem kapodnak labdát, vagy nem jó ütembe kapod, vagy nem jó ütembe indulsz, onnantól igazából nem számít azt, te már nagyon kevés a ráhatásod, és különben így is rengeteg ráhatásuk van, és ez a fontos benne ezekben a játékosokban, hogy amikor nem fejezik be, amikor nem megy nekik, nem jó a kiugratás, akkor is az a védelem ugrik. És a Hollanda is ezt lehet látni, egyszerűen nem merik ott hagyni, akár most ez a Jürgen Klopp az egy más történet, valószínűleg nem csak emiatt nem merik ott hagyni a Van Dijkkal egy az egybe, de sokszor nem merik ott hagyni, és ha elindul, akkor a vonalak között nyílik az a terület, ahol be lehet játszani a labdát, és ebből rengeteget nyernek. Pont a Guardiola volt most valamelyik, nem tudom, napi interjúja, amikor pont ezt mondta el, hogy neki az a vonalak közötti hely kell, és ha azt neki már megteremti a Haaland, akkor már bőven eleget csinált ebbe a csapatba ahhoz, hogy ez működjön ez a rendszer. Én ebben érzem, hogy ez nem volt olyan nagy probléma, és a másik meg az Endo meg a McAllister, akit én ki akartam emelni, akik brutálisan jó meccset játszak, és az Endo kifejezetten nagyon nagy meccset játszott. Főleg miután már nem egyedül kellett bejátszani a védelem előtti kurva nagy területet. Én pont az ellenkezőjét olvastam az interneten. Az Endóról? Igen. Nem, mert volt egy mém, amikor a De Bruyne-nek magyarázott a Pep, és mondta, hogy az a kis japán jegyszedő folyamatosan elveszi tőlem a labdát, apu. Hát pedig ez történt. És alatta írták, hogy szar meccse volt, de akkor ezek szerint csak szar. Nagyon, nagyon jó meccse volt, és a másik az, hogy amikor különben elkezdett ugye a City is, és elkezdett ugye segíteni akár a Bradley is be neki, akkor onnantól már ő léphetett a De Bruyne felé, és 2-3 olyan szerelése volt, amikor még a De Bruyne... Hát onnantól ő De Bruyne-n volt, tehát folyamatosan a bal oldal felé orientálódott. Hát ugye szintén ott próbált építkezni folyamatosan, szóval jó is árt ebben a Liverpool, és a McAllister meg az Endo különben, és a Endo is valami, nem tudom, 92%-a passzolt, ami azért ezen a meccsen borzasztóan fontos volt, hogy kontrollban legyen a Liverpool, és ne csak az a direkt darálás legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb fontos, a legfontosabb része, és más meg a Hollandnak a Van Dijkra rávezetése. Hogy ugye ezt most több helyen fordították úgy, hogy hát na pontosan így kell védekezni. Vagy volt, aki meg azt mondta, hogy na hát pont nem így kell védekezni. És szerintem... Who knows ball? És szerintem ez az érdekes benne, hogy azt gondolom, hogy szinte, vagy nagyon kevés olyan védő van a világon, aki ezt megengedheti magának, hogy kétszer kelljen megfordulni a saját tengelyek körül igazából, hogy lássa a labdát. A Mustafi ez alatt 5-ször esett volna hasra. Drága. Nem vicc, ez megtörtént már az Anfield-en Liverpool ellen. Hát emlékszem. Én is, az a baj. Most az Arsenal szurkolók nagyon nevetnek. És ez addig jó. És mert tényleg az volt benne, hogy ugye gyakorlatilag az van, hogy egy komoly sprintbe kell hátrafelé menned, hátrafelé nézel a vállat fölött, és ugye amit a Nunez, amit csinált a Haaland, ez egy kifejezetten jó taktika volt, hogy ugye folyamatosan váltotta az, hogy egyszer az egyik oldalra, egyszer a másik oldalra tolta meg, és még voltak ilyen beijesztései is, és ezzel ugye azt csinált, hogy a Van Dijknek folyamatosan forgatnia kellett a fejét, és csak mondjuk nem látta a labdát. És ebben tényleg az van, hogy igazából összeakad a lábad, ahogy futsz hátrafelé. Na, nem emlékszem, a most ugrott be, Mustitól. És a Van Dijktól ez volt a fontos benne, meg az az atletikuság, ami benne van. Tehát ez ilyen mozgáskoordináció, ami a Van Dijknak van, és az, hogy ő végig kontrollba tudott lenni ebben emellett, és a másik, amit viszont folyamatosan csinál, és amit most is nagyon jól csinált, hogy ő nem ugrik. Soha delay, nem ugrik. Delay. Tehát mindig. Addig engedés, ugye ebből mi lett? Ebből az lett, hogy 16-os vonaláról rugott a Haaland egy borzasztó szarlövést, úgyhogy még mellette még jól meg is támasztotta rá, ami gyakorlatilag nulla erőt tudsz belerakni egy ilyen lövésbe. Szóval azt gondolom, hogy ha bárki, amikor tanítani akar valakit egy-egyben, hogy védekezzen, akkor nem ezt fogja berakni, hogy ezt csináld. Voltak része, amin zseniálisak voltak. Ugyanúgy, amikor valakit focizni tanít, azt nem a Messinek a videóit rakod, hogy csináld ezt, mert hát... Azt nem fogja megcsinálni. Szóval ez volt benne az érdekes, hogy szerintem, hogy technikailag, vagy nem tudom, stratégiailag nem volt jó, a kivitelezés is annyira jó volt, és annyira látványos volt megint, hogy mindenki azt mondja, hogy azt a kurva, azért ezért. Van Dijkon mindig akkor látszik meg, hogy jó formában van, amikor ezt tudja csinálni. Nem tudom, hogy már biztos emlékszik rá, az előző szezon elején volt egy jó pár olyan megmozdulása a Van Dijknak a 16-osomból, amikor kifejezetten próbált gyorsan játékba avatkozni, 11-eseket hozott össze belőle, mert látszott, hogy egyszerűen nem meri késleltetni a támadókat, hanem le akarja őket szerelni, miközben a Van Dijk nem ebben az, jó. Az az érzés az embernek különben,
hogy túl sokáig vár. Pedig ő pontosan tudja, hogy akkor akar csak odaérni, amikor már lövés megtörténik, és az se zavarja, hogy lövést jön belőle. Van ez a true tackles, vagy nem tudom, mi a pontos megfogalmazása. Mi? Tehát az igazi... True tackles. Igen, nem tudom, hogy ezzel vagy nem tudom. Igen, ez a... Az a mutató, igen. Az a... Milyen nyelven? Statisztikai. A másik. Analitikai. Az a lényeg, hogy ugye mérik azt, hogy igazából ugye a széléseket nem lehet jól mérni. Folyamatosan, mert azt látjuk, hogy aki rohadt sokat szerel, az jó, és aki meg keveset, az meg rossz játékos. Mustafi, Ferdus, Van Dijk. Igen, csak azt mondjuk, hogy a Mustafi jobb játékos, mint a Van Dijk, de pont, nem pont így történik. És ugye ez van benne, hogy... Hát azért én láttam olyan statisztikákat, amiből Musti jobban jött ki. Tehát olyan kettő szerelésnél... Ki a világbajnok, már ne haragudj. Kettő szerelésnél... A faszom belétek már! Kettő szerelésnél áll ugye a Van Dijk átlagosan 90 percenként, de abban, hogy valóban hányszor akasztott meg ilyen támadás, az 6 fölött van. Ami viszont már elit szám. És akkor ez, ami igazából kijön benne, hiszen ez a fontos, hogy ezt lássuk, és ahogy majd fejlődnek a statisztikák, egyre több ilyet fogunk látni. Például a PFF ugye ezt csinálja Amerikában, hogy konkrétan végig kell nézni, és kontextust tudnak az adat mellé rakni. Statsbomb is ezt csinálja már. Most hát most ezt kezdi el, igen. Azért ez még gyerekcipőben járunk, de elfelé megyünk el, amerre a amerikai foci tart, hogy ők nem csak azt mondják meg, hogy ott most megvertek vagy nem vertek meg, hanem az, hogy az neked a feladatod volt, hogy ne verjenek meg, vagy pedig te másra figyeltél. Na, ezt akartam még mondani. Nem tudom, mi volt még. Amíg te gondolkozol, én bedobok egy... Mustafis történetet. Nem, abból elég volt, mert PTSD-m lesz. Akkor beszéljünk már egy picit a Manchester City-nek a labda nélküli játékáról, meg a Liverpoolnak a labdás játékáról ezzel párhuzamosan, mert azért ezzel is voltak problémák szerintem ezen a meccsen, főleg amikor a Liverpoolnak már megvolt a kontroll, és a Manchester City kénytelen volt akár a saját tér felén is védekezni, mert hogy ott is megvoltak bőven azok a területek, amikbe bontani lehet, és ugye az Antonio Gallardi már el is írta minden bánatát a Twitteren, hogy hát itt van az két csapat, akik feláll mindkettő ebben a 3-2-5-be, csak az egyik oldalon a szélső hátvéd húzódik fel, a másik oldalon meg a közép hátvéd lép fel a középpár, de hát ez milyen már az uniformizált futball, és igazából tényleg ez történt. Hát, ugyanazok a játékos profilok, ugyanazok a játékosok, szóval kifejezetten. Nem, de értem, tehát nagyjából ugyanarra az alapelvre épített mindkét csapat, amikor a labdát birtokolt, hogy a területeknek a logikus elosztással próbált fölényeket kialakítani, és amíg ez a Liverpool esetében az Endo melletti hát két fél terület volt, ahol mindenhova tolódni kellett, a másik az szabad volt, és lehetett kettő az egyeket csinálni a túlsoldali szélső hátvéddel. Addig a Liverpool esetében ez gyakorlatilag, és most a Manchester City szemszögéből nézem a dolgot, az a baloldali fél terület volt, ahol az Elliot mozgott be, és Bradley adta a szélességet, mert mit csinált a Manchester City? Azért ők erősen emberorientáltan védekeztek a középpályán. Tehát a Rodri mindig Szoboszlai mellett helyezkedett a jobb oldali félterületben. És rángatta is a Dominik folyamatosan. Abszolút, és a Bernardo, valamint a De Bruyne pedig fölment a 2-8-asra, meglettek volna 3-3-ba, a klasszikus 4-3-3-ról Endo meg a McAllisterre. Endo meg a McAllisterre. Csak egyik 6-os. Bocsánat. Igen. Meglettek volna, de ugye az Elliotnak a behúzódása, ott volt egy szabad ember, és ugye ez volt a probléma, mert ilyenkor a Stonesnak kellett volna nagyon sokszor ugrania, és mi történt például a Darwin Nuneznek a lesről adott gólpasszánál? Pontosan ez történt, a Stones ugrott, Darwin azonnal ütötte azt a területet mögötte. Les volt, mert rossz ütemben indult, rossz ütemben kapta a labdát. Ugye ez volt ennek a veszély, hogy azt a kis területet, ahol az Elliot mozgott, azt folyamatosan szabadon hagyták, vagy amikor Aké próbált szűken helyezkedni, akkor azonnal, ott viszont a Liverpool folyamatosan csinálta, hogy azonnal ütötték a másik oldalra, hosszú forgatás is kerüljön a Bradleyhez egy az egyben, vagy és olyan területben. A Van Dijk passzolt a Bradleynek, az egy jó páros a Liverpoolnak. És akkor mentek be középre a labdák. A Manchester City-t meg így lehetett bontani, és igazából szerintem ez volt a kulcs, hogy mindkét csapatnak a védekezésében a másik meg tudta találni azokat a gyenge pontokat, amiket ki tud használni, és a saját játékán egyébként mindkét edző tudott úgy módosítani, hogy a mérkőzésnek a lefolyását azt tudja, hát lefolyása után nem akartam azt mondani, hogy befolyásolni, de mégiscsak így történt. Ugye a Manchester City esetében, ha már elvesztették a kontrollt, már az első fél időben a Liverpoolnál, hogyan nyered vissza? És a Guardiola mindenki mondja, hogy miért nem cserél. Azért nem cserél, mert a Guardiola ezerszer elmondta, hogy akkor nem cserél, hogyha neki tetszik, amit lát. A mérkőzés flója az annak megfelelő, amit ő szeretne a csapatától látni. Na most ezen a mérkőzésen cserélt kettőt is viszonylag gyorsan, 60. perc környékén a második félidőben, mert a mérkőzésnek a flója az nem olyan volt, mint amit szeretne látni. Mert a Liverpool jött, dominált, megszerezték a labdákat, ott már abszolút intenzíven kim voltak és magasan letámadtak. Ugye ez megint
És aztán fontos elmondani, hogy nagyon sokat beszélünk a taktikai részéről, de ennek van egy nagyon komoly mentális része, hogy amikor te egyszer csak kontrollba kerülsz, az történik, hogy megbeszéltük, hogy mit fogunk csinálni, akkor jönnek vissza az automatizmusok, és már kapcsolva minden, hogy hoppa, a visszatámadás működik, szerezzük meg a labdákat, a Rodrira esünk rá, aki azért Rodrit ritkán látod így forogni össze-vissza, hogy azt se tudja, merre van a labda, és adogatja el a saját 16-osán, és már föl kell rúdosni a labdát. Tehát rendszeres olyan dolgok történnek, amit a Liverpool szeretett volna, és onnantól pedig a City meg ugye veszti a kontrollt, és a mentális erejét is. És ez az érdekes szerintem ebben még a fociban, hogy azért ezt nem tudod kivenni belőle, mivel nagyon, ugye nincsenek folyamatosan megállítva a játék, mint egy amerikai fociban, hogy oké, van egy nagy játék, megállunk, akkor mindig összedi magát, meg újra kezdjük. Itt nincsen, itt flow-ja van a meccseknek, és ez a flow az olyan szinten esett ki a kezéből a Citynek egy pillanat alatt a 20. perc után, nem is tudták már visszaszerezni, gyakorlatilag végig egy még volt, amikor a Kovácsics megérkezett a pályára, és szerintem ez nagyon fontos volt, és majd akkor beszélünk a De Bruyne-nek a hisztériáról. De erre akartam célozni, mint ahogy a Pep belenyúlt, hogy akkor viszont próbáljuk visszabillenteni a mérkőzést egy olyan fázisban, ami nekünk fekszik, és a folyamatosan előre játszó középpályásunk helyett, aki egyébként szarul is játszik, tegyünk be egy olyat, aki egyrészt elképesztő nyomástűrő. Hú, a Kovácsics az brutális volt megint ebben. Világon az egyik legjobb játékos abban, hogy nyomás alatt ő abból ki tud forogni, jó döntést tud hozni, sok érintéssel tud játszani, le tudja lassítani a játékot, és bejön egy Doku, akitől félsz, a szélességet adja. Akitől félsz, és egyébként ezekkel a rávezetésekkel még ő is lassítja a játékot, mert addig igazából nem történik semmi, vezeti, neked az ellenfél meg hátrál. Meg legalább ki tudsz menni, aztán kicsit enged, és akkor mehetsz fölfelé, csak a Dokuval meg azért az a baj, hogy kontrollt nem tudod adni. Lassítani tudott egy kicsit azon, hogy a Liverpool ne jöjjön annyira, de kontroll meg nem tudott adni a mellé, de a Kovácsics adott. Ez meg keret probléma, és szerintem majd erről is beszéljünk, csak ki volt a padon? Erre visszautalva. Úgyhogy a Grill is volt egyedül a sérült. Hogy volt a 69. percben volt ez a dupla csere, volt a 60. percben a Dominiknak egy lövése, 62 Luis Diaz, 65 Salah, 65 Alexis McAllister, és erre kellett, tehát ott már percek óta a Liverpool nem csak, hogy benyomta a Manchester City, de jöttek is folyamatosan lövések, muszáj volt megállítani, mert különben az pont az volt az a flow, amiből így elkezdett kikövetkeztetni azt, hogy hát itt vagy gól fog jönni, vagy valami nagyon nagy szerencsével fogják megúszni, mert olyan szinten kezdett ráesni a pálya a Manchester City-re. És akkor itt jön az Anfield, a hazai pálya, ilyenkor tényleg, amikor megőrül mindenki. Ez volt az a 10 perc egyébként szerintem, amikor amit ugye Guardiola mindig mond, hogy az Anfielden van 10 perc, amit nem tudod, hogy mikor fog jönni, nem tudod, hogy mi fogja okozni, de 10 percig nem, hogy a labdához nem fogsz jutni, de könyörögni fogsz a saját életedért a kapu előtt. Csak ez nagyon fontos szerintem, hogy amit a Guardiola mondott, ez szerintem igaz volt az eddigi meccseken. Hogy van 10 perc, amikor nem tudom, mi történik, és kiesik a kontroll a kezünkből, de a Liverpool-éből is, hát akkor csak rohangálunk össze, viszont a Liverpool szeret, ebben jobbak is az átmenetekben akár, és az Anfield mellettük van. Szerintem ezen a meccsen nem ez történt. Ezen a meccsen a Liverpool volt kontrollba, és az történt ezen a pályán, a 20. perctől kezdve, mondta Jürgen Klopp szeretett volna. És szerintem az első ilyen meccse a Kloppnak, a Guardiola ellen, és lehet, hogy az utolsó volt, amikor különben szerintem lemeccselte a pályára a Guardiolát. És ez nem azt jelenti, hogy olyan szintű domináns hatása volt, hogy itt most nem volt esélyese a Citynek, de ezen a meccsen a jobb csapat, a domináns csapat, akinek az akarata érvényesült, az a Liverpool volt. Saját magukhoz képest ezzel abszolút egyet tudok érteni. Tehát a Manchester 15 City... percig tudta saját játéket igen. játszani. És utána a következő részében... Hát általában azt történik a Liverpooltól, és bocs, utána fejezett, csak hogy vannak ilyen 10 perces, amikor van játmenet rohanás, és akkor na, azt, amit mi szeretnénk, különben meg a City kontrollál, ahogy mindig szokott, de ez nem baj nekünk, hát most ez a helyzet. Ilyenkor viszont most az volt, hogy nagyon sokáig kontroll a Liverpool kezébe volt, és ha meg átmenet volt, az is a Liverpoolnak kedvezett, és amikor 15 percig van a kontrollban a City, és mellette te 65 percig, vagy 75 percig te nyomod ezt a meccset, az brutális szerintem, hogy ezt el tud érni a Guardiola ellen. És arra rátekintve, hogy egyébként a Liverpool milyen csapat talált ki, tehát hogy ezt úgy sikerült összehozni, hogy pont erről beszéltünk mi is a felvezetőben, hogy hát azért még mindig vannak hiányzók, nem tudjuk, hogy a Salah fog-e játszani, hogy milyen állapotban van a Szoboszlai, meg a nem tudom, és hát azért ezt úgy sikerült fölépíteni ezt a meccset a Kloppnak, hogy a Kwanzával és a Bradley kellett kezdeni, a Joe Gomez-zel kellett kezdeni, ez volt a védősor. A Szoboszlaiban nyilvánvalóan egy óra volt, tehát hogy mivel a 61. percben cserélték le, ezért szerintem elég egyértelmű, hogy valószínűleg a fiziostáb azt mondta, hogy egy óra annyit tud. Hát, hogy valahol ott van a környéke. Igen. És hogy a Salahban meg mondjuk egy fél óra van benne, vagy egy ilyen Salah 20 perc, nem tudom. A játékban meg, amit ő egy jó passza volt, igen. És kész. Viszonylag nagy impakttal tud lenni a mérkőzéseknek a menetére, de és egyébként ezt még nem beszéltük meg, amit én mindenféleképpen meg akartam dicsérni, hogy az,
ahogy az Arsenal ellen nekem nagyon nagy problémám volt, hogy a Klopp szerintem a rendelkezésre álló játékosokkal nem jól építette föl a meccsnek a stratégiáját. Nem a taktikáját, hanem a stratégiáját, azt, hogy ki melyik pontján volt kivel a pályán bedobva, mert egész egyszerűen szerintem az, ahogyan ott ők kezdtek, például az Alexander Arnoldnak a félhalott testével a jobb szélre kitolva, az nem segített a csapaton annyit, mint amennyit gondolhatott, hogy hát, hogyha mégiscsak fenn van a TA, akkor az majd valamennyit tud adni neki. Úgyhogy Dárdiny ezzel nem voltak egyszerre a pályán gyakorlatilag. Így van, és ez itt meg viszont szerintem kurva jól volt kitalálva, hogy a Salah a Robertsonnal fog jönni, és úgy fogjuk kicserélni a dinamikákat, hogy akkor a jobb oldalra, amikor a Bradley lejön, akkor kerül be a Salah, a túloldalon akkor fel tud jönni magasan helyette a Robertson, a Szoboszlaiban akkor ő átjön, szerintem, szóval amennyi volt ezekben a játékosokban fizikailag, az pont a jó szakaszaiban, pont jó kombinációban volt bedobálva ebbe a csapatba, ami nagyon-nagyon fontos, főleg hogyha így a félkezdőd az gyakorlatilag éppen abban van, hogy hát vagy fölépültünk, vagy nem, vagy még ilyen félegészséges állapotban vagyunk. A másik a Keleher, aki azért most úgy száll be az Alisson mögé, most már nem először különben, hogy az gyakorlatilag nincs visszaesés a Liverpoolban. Se labda nélkül, se labdával. Tehát, hogy labdával is egészen extra a Keleher. Nem annyira, mint az Alisson, de ettől függően ott is simán hozza azt a standardot, amit el kell hozni, és amit meg védésben művel, és ahogy kiér például a Fodennek volt ugye olyan fél zicser, ahova amilyen messze kiért arra, az egészen elképesztő volt, és szerintem ezzel most látszik a Liverpoolnak, hogy most tényleg egy olyan keret van, amiben azért a következő edzőnek jó lesz beleülnie. Mert van egy-két kérdés, akkor leginkább szerintem a Salah a kérdés, mert ott egy döntést kell hozni. A Van Dijk Alexander Arnold kérdésben szerintem nincs olyan kérdés, hanem ott hosszabbítani kell, és ott azt gondolom, hogy ez is lesz a döntés. Úgy egyedül a Salah a kérdés, minden más, azt gondolom, a Liverpool föl van építve arra, a következő években ez itt maradjon, edzőt kell hozzá találni, és majd beszélünk jövő héten arról, hogy Kik fogják ezt a döntést. A menedzsmentje ehhez már úgy néz ki, vagy már meg is érkezett igazából a Liverpoolnak mellé. Van egy ilyen mondásom, hogy szerintem a három bajnok esélyesnek a második számú kapusai jobbak a hát nem tudom, hogy kinek jobbak, de hogy biztosan az összes többi Premier csapatnál lehetnének kezdők. A Keleher, a Ramsdale és az Ortega. Mi van onnanával? Hogy nem jobbak nála, szerintem. Ja, ezért nem valami más. Mit akartam még mondani? Én csak a Cityről, és szerintem az fontos volt, amit mondta, hogy alapvetően ez a City, ez idén közel se tűnik annak a megállíthatatlan gépezetnek, mint amit az elmúlt években láttunk. Tehát itt de a számok is ezt nagyon szépen mutatják. Tette ezt a Cityt, haladjunk. Különben ugye... Ez a narratíva. Szerintem ugye a probléma az, hogy a Haaland mellett tudtuk, hogy mi az, ami kell. Igazából kell az kontroll mellé, és a szélsőnek a játék. És a tavalyi évben ez, hogy ez a Grealish már ez volt, akik folyamatosan ezt adták ezt a Citynek, ami most csak ugye és eltűnt. Gündogan. És hát persze a Gündogan, aki egy brutálisan fontos szereplője ennek. Szerintem a messze legnagyobb hiányzója ennek a Citynek. Tehát... Én azt gondolom, hogy a szélen ugyanaz meg lenne, ugyanaz a kontroll lenne tartva, szerintem nagyon sokat segít ennek a Citynek, de ez, hogy a Julian Alvarez meg a Foden van a szélén, ez egyszerűen nem jó, nem működik, főleg a Julian Alvarez nem működik a szélsőként, mert gyakorlatilag nulla kontroll tud adni a Citynek, és ez a kontroll nélküliség, de mellé még az intenzitásból is vissza van csavarva, ez ilyen tehát ez egy nagyon jó csapat továbbra, és mert elképesztő játékosok van, és egy kiváló edző van a padon, de hogy nem érzed azt, hogy ezeket nem lehetne megverni, nem lehetne akár dominánsan fellépni ellenük. Különben ezért leszek nagyon kíváncsi leszek az Arsenal-i meccse, mert azért az odavágó azért az egy eléggé kevésbé domináns óriási csapat. Taktikai csata. Óriási taktikai csata volt, kurva szar mérkőzés volt, olyan szempontból az ember azt nézte, de mindenki ugye arra ment rá, hogy nulla a kockázatvállalásra csinálja meg. Én erre most kíváncsi, hogy ki fog kockázatvállalni ezen a meccsen, vagy ugyanezt végignézzük még egyszer, de ezt megnézzük. És ezt mondjuk úgy, hogy azért még mindig elég komoly valószínűsége vannak, hogy a Manchester City idén is megnyeri a bajnokságot. Ettől függetlenül, hogyha ez mégsem történik meg, akkor szerintem nyugodtan lehet mondani, hogy ezért a nagy dolgok akár már eldőlnek a nyári játékozási időszakban is. Mert valószínűleg nem így beszélnénk a Manchester Cityről, hogyha a nyáron mondjuk nem a Mateus Nunest meg a Kovácsicsot igazolják le, hanem mondjuk leigazolják a Declan Rice-t, ahogy azt első körben tervezték. Az mondjuk egy elképesztő cheat code lenne. Tehát, hogy a Rodri mellett akkor hát még ott van egy Declan Rice is. Már most tudjuk, hogy fog érkezni szélső ebbe a csapatba.
Igen, ugye? Savinho megérkezik. Tehát fognak segíteni ezek a dolgok, szerintem majd a... Mondjuk nem lassítani fogja, meg a kontrollt fogja megadni a játékodba. Hát de valószínűleg ugye tehát már ezre se azt gondoltuk, hogy azt fogja adni, és adott hozzá. Tehát hogy azért a Grealishről se azt gondoltuk, amikor először megkérdezik, hogy ezt fogja adni, és igazából valószínűleg ezeket átképzelt a játékosokat, és a Doku is valószínűleg ebbe fog belelépni. Hogy idő után majd kontroll kell adnia. Nehéz elképzelnem, de... Hát vagy, hogyha neked ilyen játékosaid vannak a szélen, akkor viszont a középpályát azt atom le kell zárni. És akkor menjenek ki hát a csak szélre. Csak akkor De Bruyne nem játszott. Mert ő nem zárja le neked a középpályát. Igen. El kell adni Szaúd-Arábiába. Nincs más megoldás. Úgyis pofázik ott folyamatosan. Úgyis Foden már az évjátékosa, nem? Igen. Bence. Aranylabdás is. Tehát... Na. Szerintem ez nem egy nagy mondás, hogy a Foden a Manchester City legjobb játékosa idén. Az se, hogy a liga legjobb játékosa Martin Ødegaard, az nem nagy mondás. Ez az igazság. Azért abban a csapatban szerintem lenne. Na, és, szerintem az, hogy a De Bruyne nem most így kiakadt, és az, hogy a Guardiola odaült mellé, nekem az különben, nekem kifejezetten tetszett az, hogy odaült mellé. Tehát én ezt, hogy ez egy ilyen színpadi jelenetnek éreztem az egészet. Nem az volt a baj, hogy odaült mellé, hanem nem adott neki egy tockost. De hogy szerintem ez pont olyan, tehát hogy duzzoghat valaki, és az oké, okay, hogy amikor lejön, akkor mondasz még neki három szót, de hogy fölülsz mellé ott a stadionban, és elkezdtek ott beszélgetni, de nyugodj mellett, azért hoztalak le. Hát bocs, de tényleg ki a faszom a Kevin De Bruyne az, hogy ez megbeszed vele a meccs. Ez mehet a címben. Ki a faszom az a Kevin De Bruyne? Erre most megpróbálok kultúráltan válaszolni. Hát válaszolj rá kultúráltan, mert tényleg kíváncsi vagyok. A Kevin De Bruyne a Premier League történetének egyik legjobb játékosa, a Manchester City-nek az elmúlt 10 évének meg a legfontosabb és legjobb játékosa. Tehát én nem gondolom, hogy az egy magyarázandó dolog lenne, hogyha a Guardiola az... Vagy azt, hogy a meccs közben? Én biztosan nem szeretném megmondani a Guardiolának, hogy ő hogyan menedzseli a keretét, és hogyan menedzseli a sztárjait. De azt megmondjuk neki, hogy akkor szarul vezette fel ezt a meccset. Hát most megmond, tehát most én nem azt akarom mondani, hogy okosabb vagyok, hogy Guardiola, jobban értek hozzá, hanem nem értem a döntését. A meccseket látom. Az, hogy az öltözőben hogy van a hierarchia, hogy a De Bruyne hol áll a kereten belül, ahhoz fogalmam nincsen, tehát abban én nem akarok beleszólni. Annyit tudok. Mennyiben más ez, mint amikor a De Bruyne a pályára visszaszól a Guardiolának háromszor, hogy kussoljál már. Szerintem hát azért, mert ott nincs döntésed edzőként. Nem mondhatod azt, hogy nem mond már, kussol, gyere már ide, nem jön oda, nem jön oda. Visszakiabálod, nem kussolok! Kussoljál te! Így van. Te hogy vörhenyes. Hogy beszélek itt, amennyit akarod? Én annyit tudok mondani. Nagyobb lett a segge ennek az egésznek, mint amit kellett volna keríteni. Ez nem, most ez vajon fog bármi következménnyel járni? Ha bármi történik ebből, megint lesz egy összeszólalkozás, ezt megint el fogják venni, és ezt fogja kapni minden, és ezért ezeknek a sztorinak... Daily Mail ebből olyan jól meg fog élni. Ezeknek remek. De valami hatása. Keretben ilyen hatása van annak, hogy valaki erről beszél a sajtóban. Tehát csak azért mondom, bármikor valaha hallottam Manchester City játékost a keretről, a csapattársaikról beszélni. Tegnap beszéltünk a Solskjaer kapcsán arra, hogy milyen hatása van a médiának az egy-egy játékosokra. Szerintem ennek van hatása. Oké, Zsuki, akkor ezt még nem vettük föl, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mit szeretnél mondani. És még azt sem, hogy az a pújt lesz, és igazából ezt el fogja mondani. Lehet, de minden esetre a De Bruynéhez, a Manchester Citynek, a jelenlegi keretének minden egyes tagja úgy áll hozzá, hogy ő a keret legjobb játékosa, még a Haaland is úgy néz fel rá, meg a Grealish is, meg mindenki, igen, hogy a ligának az egyik legjobb játékosa, és ennek megfelelően a De Bruyne az, akihez mi viszonyítjuk saját magunkat. Valószínű, hogy a Guardiola ezt nálunk jobban látja, és egy magyarázatot, tehát én szimplán annyit most láttam. Nekem könyörök, ne azzal az izével gyere vissza, hogy ki a faszon vagyok én, hogy megmondjam a Guardiolának. Hát, akkor ne vegyünk föl adásokat, mert akkor onnantól ki a faszon vagyok, hogy én beleszóljunk a Premier League-ba az egy meccseit. Csak elismételni tudom, hogy arról, amit látok, arról tudok mondani valamit. Nem látom őket viselkedni. Nem tudom, hát hogy a De Bruynét mondjuk viselkedni, most tényleg nem láttad. Valóban. Én nem láttam, hogy a Pepnek és a De Bruynének milyen a viszonya. A De Bruyne egy kurva arrogáns fasz. Ezt én is tudom, de minden egyes megnyilvánulásában ez van. Én azt gondolom, hogy mindenki tisztában van ezért ezzel. Szereted annyira. A De Bruynének valószínűleg igen, de ezt te úgy mondod, mint hogyha te nem szeretnéd az arrogáns embereket. Hát szóval minket is szeretsz. Én szerintem mindenki ismeri, a Guardiola is, a játékosok is, hogy a De Bruyne van annyira intelligens játékos, hogy neki meg kell magyarázni döntéseket az edzőnek, mert itt tart a karrierjében. Ez nem sokkal inkább egy ilyen, vagy lehet, hogy velem nem jött szembe, ami nem jelent semmit, hogy ez egy ilyen kis aranyos apa-fia jelenet volt, és azt mindenki így könyvelt el? Nem tudom, én máshogy szoktam beszélgetni a fiammal, de értem a helyzetet. Egy indulatos, aragás fasz. Én nekem ez kicsit szimpadia volt.
Hát jó, de most ezt De Bruyne-nek nem adhat szobafogságot. Ezt megcsináljuk még. Na, de most kivel van a gondod? A De Bruyne-vel vagy a Guardiolával? Nekem a Guardiolával, hogy hogy kezelni? Jó, hát na, akkor mégiscsak hazaértünk. Nem, én csak azt mondom, tehát ezt meg lehet, az öltözőben ezt meg kell vele beszélni. Az öltöző folyosón ezt meg kell vele beszélni. Ez nem kérdés, mert olyan szintű a játékos, hogy beszélt meg vele. Nem az, hogy ne beszélgess vele. A Guardiolát eddig is nem úgy ismertük, mint aki ezeket kifelé szereti mutatni, mint persze. Amikor kis előadást tart a lefújás után a játékosainak. És legyen szó. Nyertek 5-0-ra. A Joshua Kimmichről, vagy éppen az Erling Haalandról még a lefújás után. Csak a Joshua Kimmich meg a Erling Haaland az ott mondja, hogy igen, Pep. A De Bruyne meg rakja neki, hogy hát nem, mert mi hozta le, hát ott beadtam volna neki azt a Haaland, nem indult el. Hát úgy nyomta azt, néztem, hogy apukám, hát én azt mondom, hogy na, szép a hajad, nyugodj meg. Azt meg lehet mondani neki. Az pont mondja, nem szép most. Nem, de nekem nem, alapvetően nem tudom, ilyen menedzserési szempontból nekem szerintem nem volt jó üzenet ennek, de mindegy. Apunál ne akarjatok dolgozni, mert... Ott nincs visszapofázás. Ott nem az, hogy még az alternatív... Ne akkor, amikor mindenki full adrenalinban van. Tehát ez a legnagyobb hülyeség, amikor összevesztél valakivel, pont. Utána hívd már föl egyből, hogy akkor jó, de most béküljünk ki. Nem békülök ki, mert utállak éppen. De pont ezt a most mondtad el az okát. Mindenki adrenalinban van, akkor nem nagyon gondolkozol. Hát, vagy nem annyit, mint amúgy. Pepnek kell. Mindketten elég hirtelen haragúak. Na, de hát nagyon fontos témán következik. Igen. A címnek tudom ajánlani még esetleg, hogy Sós Márk jobb menedzser vagy vezető, mint Pep Guardiola. Bazd meg! Bazd meg Vályi Bence! Hogy ez legyen a címe, bazd meg a Vályi Bence! Jaj! Ezt a Pit is nagyon értékelni. Jaj, de nagyon jó ez így. Na, amíg a... De apu visszajön? Vissza szerintem. Jaj, jó, csak pisélni ment. Igen, arra én is kikéreckednék, de hát ez van. Erre most gyorsan kicsapja. Na! Addig. Hogy leosztottam a Vályi Bencét? Mehet? Addig persze. Második témánk. Nem teljesen elszakadva az eddigiektől, de kicsit könnyedebb vizekre evezve. Ja, nagyon az lesz. Ja nem, ezt te írtad, bocsánat. Ha most november elejét írnánk, akkor az általános egyetértés lenne, nem, nincs ott az, akkor általános egyetértés lenne arról, hogy Szoboszlai Dominik átigazolása nyári transferidőszak egyik legjobb húzása volt, míg a Kai Havertzét elköltött pénz egyre inkább aggasztó befektetés az Arsenal részéről. Most azonban március közepe van, a két igazolás körüli narratíva pedig már-már megfordult. Szoboszlai jó, egészen okés igazolás volt, de hát azért na, nem váltotta meg a Liverpoolt. Míg Havertz éppen megeszi az egész mezőnyt, és megmutatja, hogy Arteta mennyire sokat tud kihozni belőle a Chelsea-nél látottakkal ellentétben. Tegyünk hát igazságot. Szoboszlai Dominik vagy Kai Havertz érte meg jobban az értük lerakott közel 70 milliót, vagy többet állítólag, mert a Földi Bence is folyamatosan trollkodik, és azt mondta, hogy 75 volt Havertz. De ezt nem mondjuk meg. Na hát, gyerekek. Most kiderült az igazság. Kiderült, hogy Kai Havertz miért sokkal jobb igazolás, mint Szoboszlai Dominik. No. És az is kiderült, hogy Roberto De Zerbi miért teljesen alkalmatlan arra, hogy egy nagy csapatnak a kispadjára leüljön. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok ennek az okaira, akkor muszáj lesz előfizetnetek a Premier League-re. Ki követik még, ugye? Szabó Pétert. Ez a legfontosabb. Ezt is megtudtam. A műsor második feléből. Sőt, azt meséltem már, hogy én már akkor tudtam olvasni. Basz meg, ezt akartam bedobni. Én is. Beszéltek a Komoitóról is, gyönyörű. És hogyha még ennél is több kell, azért is megéri ránk előfizetni, mert tegnap már kiment egy Manchester United Extra, ahol a Ole Gunnar Solskjaernak a legutóbbi média megjelenése kapcsán beszélgettünk az ő időszakáról, amit a Manchester United megtöltött. És végre nem valami, nem tudom, most a vájkálunk a Hágnak a problémáiban, hanem arról beszélgetünk, hogy Szúsának milyen problémái volt. De nagyon jó interjúnk. És még a United-nek a szélsőiről is beszélgettünk abban a műsorban, úgyhogy azt is érdemes megnézni. Nagyon jó szélsőik vannak. Például Anthony. Igen. Hát igen. Mark Anthony. Mark Anthony. Ami sok figyelemmel követése közben ne felejtsétek el, hogy... Nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó. És ha ránk hallgattok... Nem használjátok a bejáratot kijáratként. Klopp, te se. Ami még nagyon fontos. Hogy minden játékos rendszerjátékos. És ha már vonalazni kell, az tök jó lenne, ha nem lenne les. Köszöntük szépen a figyelmet. Érkezünk jövő héten is, hogy ne érkeznénk.
Bye. Hello.